A forrás művelődési házban megtartott ülésén Kerepes város önkormányzatának képviselőtestülete többek között elfogadta a közösségi együttélés szabályairól szóló új rendeletet. A korábbi rendelet felülvizsgálatát egyrészt az indokolta, hogy annak megalkotásakor úgynevezett merev hivatkozást alkalmaztak. Ez azt jelenti, hogy a többi érintett rendelet módosításakor mindig szükség volt a korábbi rendeletet is módosítani. Lehet, hogy ez így kicsit bonyolult a kedves nézők számára, elégedjünk meg hát annyival, hogy az új rendelet rugalmasabb lett. Ennél is fontosabb azonban, hogy a meghirdetett társadalmi egyeztetés során a lakosság részéről is érkezett megfontolandó észrevétel. Igény mutatkozott például egy csendrendelet megalkotására, amely a zajos tevékenységgel és egyéb zavaró hatásokkal járó tevékenységeknek szab határt. A közösségi együttélés szabályai közé ezért bekerültek a közösség nyugalmát háborító magatartások. Lássuk tételesen, melyek ezek. A rendelet 17. paragrafusa kimondja, hogy hangos bemondóval végzett reklámtevékenység délelőtt 10 és este 18 óra közötti időszakban folytatható. Mások számára hallható módon zenét, rádiót, multimédiás eszközt hallgatni az év első és utolsó napja kivételével reggel 8-tól este 20 óráig, Pénteken és szombaton este 22 óráig lehet. Kertépítéssel, zöld felület karbantartásával, vagy egyéb ház körül végzett karbantartással, felújítással kapcsolatos tevékenységet, például fakivágás, fűnyírás, flexelés, stb. Mások számára hallható módon hétköznap és szombaton reggel 7 órától este 18 óráig. Vasárnap és ünnepnapokon reggel 9 és 16 óra közötti időszakban lehet végezni. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a fenti tevékenységeket nem a megengedett időszakban végzi. Indokolt esetben például esküvő családi rendezvények, előzetesen benyújtott kérelem alapján, az imént meghatározott korlátozások alól felmentés adható. A kérelmet a polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani.